Egy 1958-ban gyártott Zilhumarót indítanak be a Magyar Közút ZRT szakemberei a társaság nyíregyházi üzemmérnökségé. A szovjet gyártmányú harckocsi motorral szerelt matuzsálemeket a legnehezebb téli időjárási helyzetekben, elsősorban nyeges hófalak eltakarításánál vetik be, azokon a helyeken, ahol már a modern gépek sem boldogulnak. A társaság megyei igazgatóságának kezelésében összesen 2262 km hosszú úthálózat tartozik. Ezen a hálózaton látják el a téli síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatokat. 76 gépünk áll rendelkezésre a megyében, amelyek a teljes téli időszak, bevetési időszak alatt rendelkezésre állnak, és minden gépre háromváltás személyzet biztosított. Tehát azt jelenti, hogy több mint 120 fő áll egész téli időszakban rendelkezésre gépkezelőként. A közútkezelő társaságoknak idén megnövekedtek a feladatai, mivel szeptember 1-től bővült a megyei igazgatóság kezelésében álló közúthálózat hossza. Az M3-as autópálya, mint gyorsforgalmi útszakasz, két mérnöksége is most már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez tartozik, ez az Ófehértó és a Hajdúránási autópálya mérnökség. Így most ezentúl 7 mérnökség dolgozik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kedden megtartotta az ilyenkor szokásos téli gépszemléjét a NyírVV Nonprofit Kft. Is. A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Társaság a téli síktalanítás során több mint 260 km szilárdborkulatú utat, 337 km hosszú burkolatlanutat, 52 km hosszú kerékpárutat, több mint 15 ezer parkolót, a buszöblöket és járdákat takarít a megyeszékhelyen. 17 munkagéppel, illetve 17 kis teherautóra készülünk a téli hószagáti feladatok ellátására. Ezen kívül 80 főállású dolgozó, illetve 200 közfoglalkoztatott dolgozó munkája segít be a síktalanítási feladatokba. A társaság emellett 900 tonna sót, 300 tonna fűrészporos sókeveréket, 80 tonna folyami homokot és 5 tonna környezetkímélő anyagot használhat fel idén télen az utak és járdák síkosságmentesítésére.